fogyasztói tudatosság szakmai napjai keretében Pécset a joghallgatókat próbáljuk érzékenyíteni erre a nagyon fontos témára, és a fogyasztói tudatosság mellett a jogi kar, illetve a jogászképzést szeretnénk népszerűsíteni. Az Igazságügyi Minisztérium a szakmai irányítója a fogyasztóvédelemnek. Ennek keretében a kormány megalkotta a fogyasztóvédelmi politikáról szóló kormányhatározatot. Négy fő pillére van. Az egyik fő pillér az az elérhető fogyasztóvédelem, ami tulajdonképpen számunkra azt jelenti, hogy közelebb hozzuk a fogyasztóvédelmi kérdéseket a fogyasztókhoz, illetve az állampolgárokhoz. Aktív, illetve cselekvő fogyasztóvédelem nem képzelhető el fogyasztói tudatosság növelése nélkül, hogy az embereket tájékoztatjuk arról, hogy milyen fogyasztói jogaik vannak, hiszen a fogyasztói jogok tudatában sokkal inkább megelőzhetjük a későbbi fogyasztói jogsértéseket, fogyasztói jogvitákat. Vállalatokat, illetve a kereskedőket, a cégeket szintén bevonjuk ebbe a fogyasztóvédelmi politikának a megvalósulásába, hiszen őket is ugyanígy edukálni, illetve tájékoztatni kell, hogy hogyan tudnak jogkövető magatartást tanúsítani, a fogyasztók pedig tudatában kell, hogy legyenek annak, hogy milyen fogyasztói jogaik vannak.